Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Néhány héttel ezelőtt megvásároltunk egy Porsche Cayenne Turbót egy aukciós oldalról Ausztriából, amiről semmit sem tudtunk azon kívül, amit a feltöltött képek és a feltöltött videó megmutattak. Na most ebből az autóból fogjuk megépíteni a HDT Cayennet, ezért nem árt tudni azt, hogy milyen állapotból indulunk, úgyhogy meghívtam Hajzók Norbertet az EP Motorsporttól, aki nagyon képben van ezekkel az autókkal, és most megmutatja, hogy mire kell figyelni egy ilyen vásárlásnál, valamint jól átnézzük ezt a konkrét darabot is. Norbi, mióta foglalkozol Porsche-val? Hát talán a múlt héten számoltam össze, hogy már úgy 20-21 éve vagyok ebbe a típusba benne. És ugye nem csak a faros vagy középmotoros autókkal, tehát a sportmodellekkel, hanem az utcai autóikkal is, mint mondjuk Panamera és a Cayenne. Abszolút, átozzéig. Van neked arról emléket, hogy milyen autó volt az első Cayenne, amikor elkezdtek ezek feltünedezni? Tudom, hogy neked most egy turbód van. Hát igen. Én úgy gondolom, hogy megosztotta a Porsche-sokat elsődlegesen, utána meg pont ez lett a Porsche-nak az egyik vezető és húzó modellága. Na, neki elsőre meglett. Szóval ez az első szériás helyen, és annak is a 4,5 literes V8-osa hengersoronként egy turbóval. Ez a motor most akkor városi legenda, vagy tényleg megbízhatóbb, tartósabb, mint a Cayenne-nek a szívó V8-osa? Én azt mondom, hogy ez is attól függ, hogy és miként van használva az autó. Ha beindítjuk a motort és elkezdünk vele rögtön menni, nem várjuk meg, míg felmelegszik. Gyárilag ugye a 0V40-es olaj van neki megírva. Én azért szoktam a Mobil egy 5V50-est javasolni, mert az egy picit sűrűbb olaj. Ha valaki esetleg kiáll a garázsból, már van arra lehetősége, hogy kicsit sűrűbb olajjal, kicsit nagyobb terheléssel utána tud közlekedni a városba. De ugye a felső index meg ugye a nagy teljesítményre vonatkozik. Itt azért nagy teljesítményről beszélhetünk, ami lényegesen befolyásolja a motor élettartamát. A korabeli német prémium autóknak ugye jellemző probléma ez a melegedés, tehát hogy most már nagyon sok extra van az autókban, nagyon sok dolgot kell bezsúfolni a motortérbe, ahol ugye az évek előre haladtával egyre erősebb motorok vannak, emiatt borzasztóan megnő a hőterhelés. Ez vezetékek elporladásához, vákumcsövek kiukadásához, olajszivárgásokhoz, vízszivárgásokhoz és egyebekhez vezet. Ennél az autónál ez fennáll? Ez ismeretes? Típushiba volt ennél, hogy ugye a termosztát háznak elő van a termosztát, elő van a vízszivattyú, és ugye a hengerfej hátsó részéből is áramlik víz előre. Ezt a gyár egy műanyag csővel, egy műanyag cső trióval oldotta meg, ami gyakorlatilag a későbbiekben egy fém csőre cseréltek. Ezek a műanyag csövek folyamatosan kilukadtak, elporlattak. Vezetékek, kábelek tekintetében én problémát soha nem tapasztaltam. A műanyag csövek, gumicsövek tekintetében annál inkább. Túlmelegedés szempontjából én úgy gondolom, hogy a rendszer arra van kényszerítve, hogy a ventilátort azt folyamatosan használja. Bemelegedési időtől függetlenül már az első pillanattól kezd a ventilátor működni, függetlenül a klímától. Varázslatos módon lett egy csodalámpánk. Mit nézünk? Amit tudunk, hogy ugye Ausztriából jött az autó. Igen. Hát, hogyha látod, hogy az olajnívópálcának a tartója, konzolja, az ugye már rozsdás, ott a festék lejött róla, ugyanúgy a billenésgátlónál, tehát ezek azok, amik igazából az elsődleges felületvédelemnél jelentkező problémákkal szembenézünk. Itt ugyanúgy hővédő van ugye a légszűrőházon is. Azon is látszik már egy kis korrózió, igen. Igen. Innen fölülről igazából látni. Én azt mondanám, hogy nagyon szép állapotban van. Kábelek a helyükön vannak, bilincsek úgy, ahogy fönt vannak. Szép ez a motortér, olyan jó, hogy nem csak egy műanyag lemez van benne. Igen. Oh. Úgyhogy ugyanez látható ugye ez a díszburkolattartónál is, az oxidáció jele.
pusztán a használattól. Beindítsuk? Indítsuk be. Indítsuk be. Indítok neked egyet? Még előjáróban annyit, hogy ugye ezt az autót egy aukciós oldalról vettük, ahova hát nyilván ez egyfajta kötelesség, fel kell tölteni a járó motorról videót, hogy a licitáló meg tudja hallgatni, és akkor hallottunk benne valamit, meg persze az autót úgy hirdették, hogy motorhibás. Hidegen jellemzően hallani henger kihagyás, de belegen abba hagyja, majd mindjárt kíváncsi vagyok a véleményedre. Mit gondolsz? Hát, jelen pillanatban is már lehet hallani ezt a kis kopogást. Picit egyenetlenül jár, én azt mondom, hogy ez még egy teljesen normális dolog. Hallhattuk, ahogy a két kiegészítő levegőpumpa ugye beindul egy pár másodpercre, illetve ahogy a fékrásegítőnek a szivattyúja elkezd dolgozni. Talán némi nemű görgő hangot is látunk. De ahogy látod, ugrál a picit rajta a szí. Excenteresen jár már? Hát igen. 150 ezeret mutat, 149.270-et mutat az óra. Neked így az eddigi benyomásaid alapján mennyire tűnik ez reálisnak? A belső az szép, tehát karcoktól azért hozzávetőlegesen mentes. Maga a kopások a bőrön, én úgy gondolom, hogy az reális. Én mindig azt szoktam megkérdezni, amikor fölhívnak autóvásárlással kapcsolatban tanácsot kérve, hogy mire kell odafigyelni. Én mindig a történetre vagyok kíváncsi, hogy ki adta el, miért adta el. Ezek a korosztályú autók mind olyanok, hogy foglalkozni biztos, hogy kell vele, viszont élményt azt adnak, és nem csak akkor, mikor a benzinkúton ki kell fizetni a tankolást. Nagyon jól összerakott autók. A beltérben mi az, ami jellemzően elhagyja magát? Ugye szintező van benne, légrugós ez a változat, a futóműve 3 állásban keményíthető a légrugója, külön ugye kapcsolható benne, attól függően, hogy mit szeretnénk az osztómű, illetve egy differenciálműzár. És ez itt szokott problémákat okozni a vezérlőnél, vagy pedig ez inkább az autó alatti alkatrészeket érinti, hogyha probléma van? A probléma itt maximum annyi szokott lenni, hogy leborítják kávéval vagy kólával, és akkor beragadnak a gombok. Műszakilag inkább a padlólemez alatt van, amikor elfelejtenek mondjuk olajat cserélni az osztóműbe. Üres állapotban ugye lehet is hallani, hogy most ugye az összkerékzár az kapcsolt, és ugye még egyet nyomunk rajta, akkor a differenciálmű is ugye a rendszerbe kapcsolódik. Ennek egy mechanikus villanymotorja van, ez a villanymotor szokott megállni. Cserélhető ez az alkatrész külön, vagy ez? Cserélhető. Magából a korából fakadóan, ugye ez egy viszonylag drága, de még én úgy tudom, hogy gyártás alatt lévő, tehát hogyha szükséges, akkor ez beszerezhető. Mi azért szoktuk javasolni, hogy rendszeresen mondjuk 3-4 olajcserénként, motorolajcserénként ejtsünk egy váltóolajcserét is, illetve a differenciálműbe, osztóműbe is cseréljünk olajat. Költség szempontjából ennek a háromnak az össztétele az körülbelül 40-50 ezer forint, tehát léptékekkel sokkal költségesebb lenne mondjuk egy ilyen villanymotornak a pótlása. Tök érdekes, hogy ez a váltó, ez még nem CETEF, hanem ez még egy ajszín 6 sebességes automata váltó, nyilván manuális funkcióval. Ez egy jó váltó? Tartós? Bírja ezt az elképesztő megterhelést? Mert ugye az autó is nehéz, a motor is elég sokott elől. Én a szervizkönyvben én úgy emlékszem, hogy 180 ezer kilométernél írja az első olajcserét, amit én egy kicsit soknak tartok. Pont ezért szoktuk mi azt javasolni, hogy ha van rá mód lehetőség, akkor mindenféleképpen cseréljük korábban, mert ugye maga a kopadék, ami a rendszerben kering, az ugye minél kevésbé érintkezik az alkatrészekkel, annál tartósabb lesz. Maga a rendszer az elviszi, tehát bírja a váltó. És mi a helyzet a tuninggal, hogyha már így belementünk így a hajtásláncba? Mert ugye ez egy turbomotor, nagyon könnyen jönnek az extra lóerők, amire mindenféle
cégek is rámentek, meg hát gondolom az egyéni tulajok is meg tudják oldani, ha valamit szeretnének. Elbírja az az autó? El. Itt minden úgy van megcsinálva, hogy motorikusan a teljesítmény az növelhető. Nyilván vannak határok, nyilván bizonyos gyártók úgy vannak vele, hogy előre megírt programokat adnak, amik biztonságosan használhatóak. Ugye ismerjük azt a verziót, amikor csak bizonyos keretek nélkül állítunk a motorvezérlő teljesítményén. Ott általában azt szoktam mondani, hogy ott semmi sem biztos. Láttam már olyan katalizátort, ami összeolvadt, láttam olyat, hogy kigyulladt az autó, mert nem bírta. Tisztában kell azzal lenni, hogy az autó motorja az érdemes-e arra, hogy tuningoljuk. Ahogy érzed, ide rakod a kezedet, a termosztát még nem nyitott, de a ventilátor az már működik. Én úgy láttam, hogy a klíma ki van kapcsolva. Nagyon szép maga a motornak a hangja. Jelen pillanatban azt mondom előzetes vizsgálat nélkül, hogy ezt a szíjnak, ezt a cicergését, ezt valahogy meg kellene állítani. Megnézni a szűrőket, az olajat megnézni, hogy mi van benne, hogyha leengednénk. 146 ezernél kapott, 8 liter az a töltet? Igen, 8-8,5 liter. Hallottam arról, hogy ebben az időszakban a Volkswagen koncernes autók meg a gyújtótrafóival voltak problémák. Ezek a hengerenkénti trafós átállás után. Ennél a motornál ez jelentkezik, és ha igen, akkor hogy? Egyenetlenül jár, vagy rángat, vagy kihagy? Ezek mindegyike ugyanúgy jelen van. Gyertyacserénél azért a szerelőnek azt figyelembe kell vennie, hogy ugye csak akkor tudja a gyertyát kicserélni, hogyha a trafót eltávolítja. Olyan szokott lenni, hogy maga a trafónak a műanyag háza az megrepedezik, pára jut be, onnantól kezdve a trafónak a hatásfokát gyengíti, és utána sorozatba jönnek a problémák. Maga az élő diagnosztikával ez kimutatható, tehát hogy adott esetben egy hengernek az égése az lassabb, nem tökéletesen megy végbe. Diagnosztika szempontjából ez ugye mind látható. Itt látható, hogy a Hosborne szíj az már cseré érett. Kicsit ki van repedezve. És ugye ezen az oldalon némi olajfolyást látunk, ami annak köszönhető, hogy valószínűleg itt ez az oldali, tehát a menetirány szerinti baloldali turbó az már a végén jár. Ja, hogy bekerül, gondolom, akkor a kompresszorházba az olaj, és letolja ide a kúlercsőbe. Letolja végig, és itt gyakorlatilag az intercoolernek a legalsó pontján, ahol amúgy folyamatosan dörzsölődik ki a... Hajlamos kidörzsölődni? Emlékeim szerint itt azért van ugye az alumínium csövön egy védő, hogy sokkal nehezebb legyen ennek a folyamatnak végbe mennie, de amúgy igen. És itt egyfajta passzív alvezvédelem létrejön a folyásától. Hát igen, itt ugye már ugye kapott utólagos kezelést is, mert mindenhol vastagon van, és az osztrák útszórósónak a jelei azok mindenhol láthatóak. Ugye látjuk, hogy maga a segéd keret, amiben ugye a futómű van beépítve, az egy acélos masszív szerkezet. Ugye viszonylag nagy a hossznyúlvány is. És előbb mondtad, hogy innen remekül rá látni a turbóra. Igen, hogyha látod, ez az oldal, ez itt teljesen száraz. Tehát, hogy ezen az oldalon hibátlan valószínűleg a működése. Tehát annak a turbónak majd oda kell figyelnie. Igen. Nyomásesés, vagy valami hasonló jele van? Nem, igazából nem. Nagy teljesítményen szokott olyan lenni, hogy egy-egy füstpamacsot enged, de úgy nagyjából nem. És itt látok olajnyomokat, itt talán ahol találkozik a váltóharanga. Igen, itt valószínűleg a főtengely szimeringből folyhat egy pici olaj. Aztán, ha jövünk hátrébb, akkor itt a két rezonátorcső, ami ugye ezek a flexi csövek, amik szoktak tönkre menni. Kifúj, aztán utána már elég hangos. Beszélgettünk arról, ez az oldal, ez itt valami cserélve is volt. Mivel látszik gondolsz? A hegesztés, hogyha innen benézel. Igen, látom. Ott. Igen, az nem tűnik gyárinak az a varrat, picit ilyen salakosabb inkább. Igen. Ha jól gondolom, ez itt... Tehát, hogy van egy fő katalizátorunk és egy másod katalizátor? És egy másod katalizátor, ami igazából már nem ad a motorvezérlő felé információt, ellenben egy kalkulált értéke van, és a hatását így is úgy is kifejti. Aha, itt van a villanymotor, amiről beszéltem,
ugye ez az egész a diffizer osztómi, ugye látható előrefele is van egy kardán, hátrafele is van egy nagy kardán, és gyakorlatilag ebbe a szekcióba történik ugye a kapcsolás, ez a villanymotor végzi a kapcsolást egy mechanikán keresztül. Nagyon határozottan szinte beleremeg a kaszni, hallani a csatlakozást. Pontosan, ezt üres fokozatban lehet, ugye terhelésnél ezt nem is lehet. Tudomásom szerint Touaregekben, főleg mondjuk a V10 TDI-ben, de akár a Q7-ben is a combosabb dízelekben, ez szeret elhullani, ez az osztómű, az áthajtás, vagy pedig maga a kuplungcsomag, amelyik a hajtást előre biztosítja, hogy ennél ez jellemző? Mik ennek a jelei? Mondanom, összkerékben marad az autó. Vagy összkerékben marad, vagy már nem lehet kapcsolni rajta, de mi mindig azt vettük észre, hogy maga az olajnak a közreműködésével, tehát a benne lévő olaj közreműködésével jön ez létre. Előregszik, már nem úgy csúszik, és onnantól kezdve akkor megáll. Látok itt megint csak nem gyári varratokat. Kéne itt még lenni egy extra dobnak? Hát, vagy pedig... Én azt mondom, hogy lehetséges, hogy ez a kipufogó már ki lett cserélve. Alapjában véve ide erre a részre nem jön már semmi. Tehát innen végig kellene, hogy menjen az egész rendszer egyenesen. Én azon gondolkodom esetleg, hogy ez a hátsó rész, ez nem a sajátja volt, talán, hogy ez ki lett cserélve. Ugye ez rozsdamentes acél, maga a két díszvég is az. Szerintem spontán oda két bilincset kellett volna rakni, ami nem volt, és ezt így oldották meg. Egy kicsit segített volna a szerelhetőségen. Igen. Itt elfáradt egy légrugónak egy ilyen porvédője. Maga az alvázvédelem az mindenhol, én úgy látom, hogy az szerepet játszik. Az utólagos, még a középső nagy kardántengelynek a felfüggesztő csapágya az, ami tönkre szokott menni. Ez középen van megtámasztva pluszba még egy gumiágyba a csapágy, és onnantól kezdve az szokott. Annak van egy jellegzetes dobogó hangja, ugye? Nem hiszem azt, hogy ez annyira rossz lenne, csak tényleg elhanyagoltak rajta egy-két dolgot. Hát ott például ez már ki lett cserélve. Kardántengely. Tehát ez egy Speedan márkájú. Tehát, hogy ez nem az autó gyári kardán. Ez nem a gyári kardán. Lejött egy kerék, és kivettünk egy dobbetétet, hogy láthatóvá váljanak nekünk fontos dolgok. Amikor az ember ilyen 20 éves prémium autót akar venni, akkor a legeslegrettegettebb dolog talán az a légrugó. Mindenki a légrugón aggódik, van ugye a légrugó kiváltó szett már bizonyos típusokhoz, hogy kiveszed, és akkor soha többé nincs probléma, hanem tekersrugót használsz helyette. A Canyon légrugós rendszer mennyire megbízható, mennyire tartós? Egyáltalán lehet ezzel számolni ilyenkor? Számolni lehet. Megbízható, nyilván egy bizonyos ideig. Utángyártott elég jó minőségűt lehet kapni. Nagyon fel van viszont higulva a piac, és a kínai utángyártott az rengeteg van, és nagyon sokféle. Én azt mondom, hogy egy olyan viszonylag drága alkatrészről van szó, amivel azért nem jó játszani. Maga az egésznek a kibeszerelése sem egy olcsó mulatság, ahhoz mérten maga az egész menetdinamikát oly mértékben tudja akár rossz irányba elvinni, hogy ugye az autónak az egyik oldala az ugye lejjebb dől. Ha ugye folyamatosan dolgozik a kompresszor, hogy után termeljen levegőt, akkor előbb-utóbb az is tönkre fog menni. Tehát ez ugye egy teljesen komplex rendszer. Az autó egyéb pontjaival is összhangban van. Érdemes vagy gyári minőségűt, vagy gyárit belerakni, hogyha tényleg azt szeretné az ember, hogy sokáig bizonyítson. Ami még tönkre szokott menni, és viszonylag költségesebb, ugye minden egyes keréknél itt elő van egy gyorsulásérzékelő. Ő neki szokott általában a műanyag kiöntő gyanta megrepedni, és akkor bemegy a víz, és egy idő múlva ez egy beöntött elektronika. Igen. Ez egy jelentített zselés anyag a nyálkapon. Itt látszik az, hogy a dobbetét ugye tette a dolgát addig, ameddig tudta. Nyilván itt azért az útszorosó azért csak megtette a saját dolgát. Mondom, ez már egy modern, több rétegű, több elemből hajtogatott küszöb oda benne. Ez egy több rétegű, igen. Tehát itt gyakorlatilag csak a külső réteg az, ami ez esetben sérül. Ebbe gyakorlatban azt hiszem, hogy három rétegből áll föl maga a küszöb, plusz még ugye a B-oszlopnál ugye a további merevítés, illetve itt ugye alul van még egy kereszttartó, ami ugye becsatlakozik a nyúlványba. Fék!
Elég impozáns darab, és már az elején kiszúrtál valamit. Hát igen, ez egy... maga a tárcsa az jó állapotban van, csak a másik oldalra való. Fölrakták fordítva? Valószínűleg fölrakták fordítva, ugye pont az lenne a lényege, hogy ami a másik oldalon itt bejön levegő, azt ugye a menettel gyakorlatilag kiperdíti a levegőt, és így ezáltal ugye elviszi a hőt. Nagyságrendileg mennyibe kerül ebbe az autóba a tárcsa-betét kombináció, hogyha az ember jó minőségűt akar belevenni? Én azt mondom, hogy ha a tárcsának a darab árát mondjuk akkor ilyen 80 és 150 ezer forint között, ez a gyári. A jó minőségű után gyártott, az körülbelül ennek azt mondom, hogy olyan 60%-a. Ami azt jelenti, hogy ugyanazon gyártja, más a doboza. Értem. Betétek? Betét szempontjából körülbelül olyan 60-70 ezer forint a gyári betét, és olyan 40-50 ezer forint az után gyártott. Ugye szoktak arról beszélni, hogy Touareg Q7, hogyha most annak is így levennénk a kerekét, ezek ugye platformtársak, ugyanezt látnám, vagy a Porsche-ség, tehát amitől ezt az autót jobb vezetni, az valahol itt indul a futómű környékén? Valahol itt indul, tehát bizonyos jellemzők azok megegyeznek, de mondjuk a lengőkarban már eltérő méretek vannak. Lehet, hogy csak 1-2 centi, egy pár milliméter, de pont ez az, ami miatt azt mondják, hogy nem, egyik nem rakható a másikra. Pont annyiban térnek el egymástól, hogy véletlenül se lehessen csereszabatos. De mondjuk, hogyha mondjuk egy ablakmosó tartályhoz egy villanymotorra vagy egy tömítésről beszélünk, akkor már azok ugyanazok. Tehát ilyeneken nincsen. Alapvető fődarabok, azok nyúlvány, vázelemek, azok megegyeznek. Van ez a jellegzetes kattogó hang, amire mondtad, hogy ez az olajnyomás szabályzó rugó, és hogy pont tegnap néztél egy ilyen autót, de akkor ez itt... Egy hasonló, aminek ugye az olajnyomás szabályzója szintén mechanikus. Itt a kattogás az valószínűleg már ugye abból fakad, hogy a folyamatosan alacsonyabb olajnyomásra rendelkező motorban olyan kopások jelennek meg, amik később hatással vannak a motor élettartamára. Amennyiben mondjuk egy ilyen rugó, az rendszeresen, tehát minden mondjuk harmadik alkalomnál, harmadik olajcserénél cserélve van, és itt most a gyári csereperiódust veszem alapul, tehát mondjuk 60 és 90 ezer között valahogy, akkor nagy mértékben befolyásolja. Adott esetben ilyen félbáros üzemanyag vagy olajnyomást is jelenthet egy ilyen rugónak a cseréje. Árát tekintve körülbelül egy 10 eurós tétel. Mennyi 3000. Macerás cserélni? Gyakorlatilag a vezérlés oldalából, alulról ez cserélhető. Nem. A probléma maga az, hogy nem cseréli. Ez az autó egy picit nehézkesen indul, hallani, hogy szenvedve tekeri át. Ez inkább akku, vagy inkább önindító? Vagy... Kábel. Kábel. Maga az érintkezési pontokat érdemes azért egy pár évente megcsiszatolni egy kicsit csiszoló papírral. Mind a generátornál, ami ugye vízhűtéses, maga ugye az alumíniumnak a felfekvő felülete is korodálódik, és ugye innentől fogva egy pár tized voltot csökkent, és ez a pár tized volt az így jelentkezik, hogy tekeri, de egy picit lassabban. Ő most mit csinál? Ő ugye a turbónak tölti be a diagnosztikai programját, ami egy kicsit lassabb. A turbó az mindig egy kicsit lassabb, nem tudjuk, hogy miért, valószínűleg azért, mert ugye nagyobb maga az adattartomány, a kommunikáció szempontjából, meg ugyanazok az elektronikák a kiszolgálók. De amúgy a laptop az mutatja ugye a töltést, ami jelen pillanatban 13,5. Ő egészen ilyen 14,4-14,6-ig el tud menni. Itt nyilván azt mondom, hogy ezzel a töltőfeszültséggel az akkumulátor eredeti visszatöltése, az lehet, hogy pont emiatt a pár tized miatt, amit ugye mondtam az előbb, amiatt lassabban. Ugye itt többsége az nem aktív hiba, tehát nagyon kevés aktív hibát látok. Ugye a szintezőnél ott ugye le van húzva a csatlakozója, illetve ugye most ugye fönt van az autó az emelőn, ezt is ugye hibának látja, mert ugye a normál használattól eltér. Itt a többség az gyakorlatilag olyan hiba, ami törléssel már nem fog visszajönni, és ténylegesen csak az aktív hibákat fogja a rendszer visszahozni. 4 hiba jön föl, egy abból gyakorlatilag itt a hátsó
ördöghárítóba az antenna. Bocsánat, ezek a törlés után megmaradt aktív hibáink. Igen, igen, igen. Igen. És hogy föl van emelve ugye az autó, és hogy maga a jobb első keréknél ugye a csatlakozó a szintérzékelőről le van húzva. Uh-huh. Door handle. Az ugye most ilyenkor folyamatosan viszi, ott valami szakadás vagy zárlat van. Zárlat van a hátsó kilincs érzékelőnél. Uh-huh. Amit igazából én megnéznék, most mindenféleképpen az az, hogy a motorvezérlő elektronika élő adatban ugye mit közvetít, mi az, ami vissza is fog jönni mondjuk, illetve vásárlásnál mondjuk, ami még számít, az az, hogy ugye az elektronikák azok tartalmazzák ugye az alvásszámot, illetve egyéb azonosítókat, ami ugye az autóra specifikus. Ezeknek gyakorlatilag az ellenőrzése az egy elég fontos, hiszen maga az ügyfél az nyilván egy olyat szeretne vásárolni, ami egy megbízható és jó forrás. Megnézzük a vezérlést, látható, hogy 0 és mínusz 4 fok, igazából nem egy kopott autóról beszélünk, nincsen elkopva a vezérlése. Meddig vagyunk jók? Gyakorlatilag egy 8-10 fok. 8-10 fok, ha? Az, amit még úgy gond nélkül elvisel a rendszer. Látunk egy alapjáratot, látunk egy terhelést. 560 az alapjáratunk? Igen, 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 igen. Ehhez van egy 19,5%-os alapjárati teljesítmény, ami magának megint a motor kópására jellemző. Tehát, hogyha ez az érték, ez minél alacsonyabb, annál könnyebben gördül a főtengely. Ugye van egy folytószelepállásunk, van egy vízhőmérsékletünk, illetve motorhőmérsékletünk. Mire utalnak ezek az adatok most, ez a 19%-os motorkopás? Motorikusan én nem látok, én még így problémát a motorral, hogy ebben lenne. Azok alapján, hogy most így körbenézted az autót, meg belenéztünk a diagnosztikába, mit gondolsz, milyen autó ez? Alsó harmad, az átlag, vagy az átlagnál jobb? A belsejét tekintve én azt mondom, az átlagnál jobb. Motorikusan én még mindig nem tapasztalom azt a problémát, a ciripelésen kívül, ami volt. Amit most hallunk, az normális motorhang, futóművével azokat a problémás részeket, azokat megláttuk, amiket meg kellett. Látszik, hogy azért költöttek rá, látszik, hogy foglalkoztak vele. Én azt mondom, aki ezt megvásárolná, annak biztos, hogy egy keveset még rá kell áldoznia. De én nem gondolnám azt, hogy ez egy rossz autó. Nem tűnik veszélyes mellényúlásnak? Nem, 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 nem.